A Városháza dísztermébe várták újra a hivatal egykori, már nyugdíjas munkatársait. Elsőként dr. Diós György Gitta címzetes főjegyző köszöntötte őket, és beszélt arról, erre a napra készülve újra elgondolkodott rajta, mit is jelent köztisztviselőnek lenni. Felelősségteljes, egyúttal megtisztelő hivatás, életpálya, melynek során a kollégák az ügyfelekért, az emberekért, a városért és a lakó környezetért dolgoztak. A hivatalban ellátandó sokrétű és nagyszámú feladat teljesítése során azon igyekeztetek, hogy az ügyfelek a legnagyobb megelégedettséggel távozzanak, érezzék problémáik megoldása iránti elkötelezettséget, gondosságot, alaposságot. Ti egy életen át szolgáltátok mindezt tisztességgel, becsülettel, amiért tisztelet, hála és köszönet illet benneteket. Majd a város polgármestere dr. Csáky András köszöntötte a meghívott egykori hivatali dolgozókat, olyanokat is, akikkel már a rendszerváltozáskor is együtt dolgozott, és most is megköszönhette tehát nekik a közös munkát, segítséget. Szeretettel gondolok azokra a hivatali munkatársakra vissza, akikkel már a rendszerváltoztatáskor együtt dolgozhattunk itt, mint önkormányzati képviselő. Hál' Istennek még jó páran itt vannak önök közül, de hát mit mondhatok én? Önöknek, akik évekig, évtizedekig működtették ezt a város lelke, szíve voltak, tulajdonképpen csak felvillanthatom azt, és önöknek kell megítélni, hogy az az örökség, amit ránk hagytak, hogy azzal megfelelőképpen gazdálkodtunk-e. Dr. Csáky András ezt a gondolatot folytatva beszélt azokról a fejlesztésekről, beruházásokról, amelyek ebben az évben valósulhattak meg, és amelyekkel valóban több és gazdagabb lett a város. A meghívott egykori dolgozók természetesen üres kézzel sem térhettek haza. A polgármester és a főjegyzők is ajándékkal kedveskedett nekik. A remények szerint ezt hamarosan újra megtehetik. 2017-ben, majd 2019-ben tartottak hasonló találkozót. Akkor az volt a terv, két évente gyűlnek össze itt a díszteremben. Ám a járvány közbeszólt. Pedig ez a találkozó fontos a meghívottaknak is. Jó találkozni az egykori munkatársakkal és feleleveníteni a régi, valóban szép időket. Jó volt itt dolgozni, kollégák nagyon jók voltak, és talán kevésbé volt nagy szigorúság, mint mostanában. Látom a felületokon, hogy nagy fegyelem van. Kicsit lazább volt akkor a légkör. Bíró Sándor egyébként nem csak nyugdíjig dolgozott a hivatalban, kicsit még maradt utána is. Én a pénzügyi osztályon dolgoztam, előtte a járáshivatalnál, aztán itt az önkormányzatnál. És 94-ben részem a nyugdíjkorhatár, de úgy döntöttem, hogy még egy kicsit dolgozom, úgyhogy 96-ban mentem végül nyugdíjba. A meghívott nyugdíjas köztisztviselőknek Kázmér Tamás színművész kis műsorral kedveskedett. Hasonló találkozó a remények szerint 2025-ben újra lesz.